Sziasztok, Nina Rosenwald vagyok. Ez pedig itt a 2017-es tavaszi Mondókon anime kritika versenye. Az idei feladat egy paródia készítés volt, amire én Adam Machit választottam. A vagy leánykori nevén Tanjo Nideivu Motomeru Nova Machigete Irodaruka. Ez a 13 részes kis szösszenet pont arra jó, hogy pihenjünk egyet egy Neverending anime két része között. Na de akkor nézzük is a sztorit. Történetünk egy kisebb monológgal kezdődik, amiben kiderül, hogy az istenek megunták a teljes mézzel folyó kánaányukat, ezért lejönnek hozzánk halandókhoz egy kicsit szórakozni. Főhősünk Albino Kirito ennek a monológnak a végén jelenik meg, de mivel ő nem egy Percy Jackson, ezért nem tudja legyőzni az őt kergető Minotauruszt. De mivel a főhős nem lehet annyira pekjes, hogy meghal az elején, ezért jön egy szőke Amazon és kihúzza őt a pálcból. Mint arra egyből lehet is számítani, Albino Kirito egyből beleszeret a szőke Amazonba. Főhősünk fáradtan hazafelé battyog, hogy elmesélhesse Bözsi nénének, hogy megtalálta élete szerelmét. Bözsi néni! Gyere, löttyenj ide a vén csöcsömre! Bözsi néni annyira örül, hogy unokaöccse végre talált valakit magának, hogy azt javasolja, azonnal valljon szerelmet. Albino Kirito rögtön a lány elé járul, de tőle csak egy tockos kap, mondván, hogy ő pancsorekkel nem áll szóba. Lisztes zsákunk annyira megijedt, hogy csak futni tud a lány elől. Főhősünk meg akarja mutatni a kiválasztottjának, hogy ő nem is olyan pancser, mint hiszi. Ezért elhatározta, hogy elmegy abba a buliba, ahova az összes nagymenő is jár, köztük a mi gyönyörű hölgyeményünk is. De mivel meghívó nélkül szinte lehetetlen ide bejutni, ezért főhősünk a B megoldást választja, a hátsó kapun megy be. Mivel a hátsó kapuhoz vezető úton könnyű eltévedni és rengeteg szörny is van, Albino Kiritónk úgy dönt, hogy összehívja az Illuminati társaságot. Először Zsanit hívja fel. Miután Zsani igent mondott, Albino Kirito elmegy egy régi haverjához, Ron Weasleyhez, aki kísértetiesen hasonlít az eszélyóska lányra. Ron legjobb barát révén nem mondhatott nevet, így a triónk összepakolt és elindult a hátsó kapu felé. Mivel a térképet otthon hagyták, a triónk sikeresen el is tévedt, és még szörnyekbe is belefutottak. Közben Bözsi néni, aki aggódik unokaöccséért, hogy egy nap után se tért haza, összehívja az igazságligáját és felbérli őket, hogy keressék meg az Illuminati társaságot. Lisztes zsákunk és csapata eközben késve megérkezik a buliba. Pár perccel később Bözsi néniék is befutnak. Minden jó és happy, de a végén beüt a baj. Ugyanis Kaneki és Eren Tritán formájának crossover-e megtámadja őket. A végén kereshetjük a netkábelt nem csak magunknak, hanem a készítőknek is, mivel ilyen második évad gyanúsan hagyták abba. Én már várom ennek az epic fail csajozó sztorinak a folytatását. Ó, majdnem elfelejtettem, lefekvés előtt mindig rendesen mosadok fogat. Na ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy megnéznétek a videómat, én Nina Rosenwald voltam, sziasztok!